Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az október 23-ai ünnepi közgyűlésen. Ünnepségünk kezdetén fogadják szeretettel a Mécses szemű remény című ünnepi műsort, amelyet az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére készítettek a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen színművészei. Az előadásban közreműködik Varga Klári Jászai Mari díjas művésznő, Dargó Gergely, Kis Gergely Máté, Szabó Krisztián és Pap István. Az archív felvételekből szerkesztett kisfilmet Jóvér Csaba, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vizuális tervezője készítette. Fogadják szeretettel! Petőfi szobor felől, Kossuth utcáján özönöl, három szín oltalma alatt
az ifjú magyar áradat. Szívekből kinyilatkozó egység ez itt, mindenható. Nem oldható, nem rontható, októberi tavaszt hozó. A Kossuth nóta dallama szilajul szebb, mint valaha. Fellek fúró fecskék fulladnak a porba, vízes vén bölcsesség lángunkat kioltja. Kibelezett béke nyög, mint beteg állat, megtiport testére hideg havak szállnak. Földszín szürke hadak, jaj talpú csizmája, tapossa a havat, simára, simára. Sűrű, sima, kemény a fagy, szinte éget, mécses szemű remény őrzi a sötétet. Jó volt ezeken a ronda utcákon rohanni és üvölteni, Isten tudja miket. Ruszkik haza! Ruszkik haza, meg hasonlókat. Biztosan énekeltünk ki, szóval ilyen extatikus valami volt. Megérkeztünk a felvonulási térre, ahol éppen a Sztalin szobor döntögetése folyt. Erről nekem elég jó emlékeim vannak, amit nem szoktak elmondani, hogy nagyon humoros volt a nép. Nagy hatást tett rám, hogy azt kiabálják, tartsd magad, Jóska! Ez nekem nagyon tetszett, mert ugye tudjuk, hogy nem akart lejönni. Nehezen tudták ledönteni, és sokan kiabálták, hogy tartsd magad, Jóska! Ami abszolút nem egy sztalinista kiáltás volt, hanem egy népi sportszerűség, hogy ő ott van most egyedül. Akármilyen nagy egyedül van, mi meg is sokan, őt is kell biztatni. Végül is ledőlt. Elhegesztették a lábát, és ledőlt. Zöld-sárga, zöld-sárga, hangyák lejárata, tollas gyík szemébe áll egy kis leányka. Darazsak harcolnak, fogaik csattognak, halálos sebeket ejtenek eleget. Bogarak elmennek, röptükben zenélnek, tölgyfának törzsében hallgattam én őket. A holdra felnézek, ott rovarok nyüzsögnek, fény felé repültek, ott csendesen zümmögnek. Hej lányka, hej lányka, szépségben nincs párja, ha veled lehetnék, mindent elfelednék. Zöld-sárga, zöld-sárga, tollasd híg szájába, került a leányka, nincs még egy órája. Arcának bájával, hangja látságával, engeszteli gyíkját, hogy kerülje halálát. Halál a közelek,
országa megremeg. Magyar volt a lányka, magyar a hazája. Hey lányka, hey lányka, éhes a sárkányka, világnak harmada, majd remélj maga. Katonák szájában ereim végei, úgy szívják véremet, csak ebben ne halljak meg. 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 A történet szerint nagyobbik nővérem kora hajnalban arra ébredt, hogy apánk szobájából fény és rádió recsegéssel keveredő harci zajok, néha meg a himnusz és a szózat futamai szűrődnek ki. Amikor benyitott, a következő kép tárult elé. Apánk az íróasztalára borulva sír, bizony zokog, mint egy gyermek. Jobb keze, az a gyönyörű kézfej, a detektoros rádióhangoló szabályozóján nyugszik, olykor megmegrebben, és ilyenkor pillanatokra tisztábban hallhatni az adást. Azon a napon világvevő rádiónk csak arra az időre hallgatott el, míg az Isten tiszteleten voltunk. Vasárnap történt mindez. Apánk egész nap különböző adókon vadászta a legfrissebb híreket. A Szabad Kossuth Rádió ugyanis még a közös reggeli előtt elhallgatott. Az én 56-om? Nekem nincs 56-om. 1956 semmiképpen sem az én tulajdonom. Én lettem 1956-é mindenestül, fogantatásom pillanatában. Semmit sem hagyhatok örökül a mellettem álló, nevemet viselő elsőszülött fiúnak, a harmadik nemzedéknek. Semmit, hanem csak a legtöbbet. Ahol szabadság van, ott szabadság van. Ülök a padon, nézem az eget. A Central Park nem a Margit sziget. Milyen szép az élet, kapok, amit kérek, milyen furcsa íze van itt a kenyérnek. Micsoda házak és micsoda utak, vajon hogy hívják most a Károly körutat? Micsoda nép az íramot bírják, vajon ki ápolja szegény mama sírját? Soha senki hozzám hűséges ne legyen, a kínjaitokat valaha feledem. Világtalan legyek és süket, mint a föld, ha valaha azt kívánom, ami titeket ölt. Ne legyen soha többé egy derűs pillanatom, ha azt, amit akartunk, valaha meg. Ülök a padon, nézem az eget. A Central Park nem a Margit sziget. Milyen szép az élet, kapok, amit kérek, milyen furcsa íze van itt a kenyérnek. Micsoda házak és micsoda utak, vajon hogy hívják most a Károly körutat? Micsoda nép az íramot bírják, vajon ki ápolja szegény mama sírját?
ízzik a levegő, a nap ragyog, Szent Isten! Hol vagyok? Van ott virág a lelkemen, egy névtelen sírra teszem. Nincs más virág a sírodon, csupán a bánat virágon. Bánat virág, ha kinyílik, édes szívem merre szomorú fűz simogatja, enyhe szellő borzolgatja. Bánat virág a lelkemen, emlékemből fel velem. Körbefonja a lelkemet a szomorú emlékezet. Bánat virág a lelkemen, emlékemből felnevelem. A kegyetlen idő állja, leteszem a sírhantodra. Bánat virág a lelkemen, egy névtelen sírra teszem. Szomorú fűz simogatja, könnyű szellő borzolgatja. Bánat virág a lelkemen, egy névtelen sírra teszem. Szomorú fűz simogatja, könnyű szellő borzolgatja. Köszönjük szépen a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen színművészeinek előadását. Azt hiszem, hogy ennyi időre szükségünk is volt, hogy magunkhoz térjünk a hatása alól. Hölgyeim és uraim, tisztelt egybegyűltek!
Kérem, fogadják szeretettel a Debreceni Egyetem rektora, professzor dr. Szilvási Zoltán ünnepi köszöntőjét. Polgármester úr, tisztelt városi testület, kancellár úr, tábornok urak, kedves vendégek, képviselő urak! Hát nem könnyű egy ilyen csodálatos előadás után megszólalni, de nagyon sokat segít az az öröm, hogy az egyetem képviselőjében itt lehetek, és jelen lehetek azon az eseményen, amikor legkedvesebb munkatársaim polgármester úrtól átveszik a város megkülönböztető kitüntetéseit. Sokat gondolkodtam idefelé jövet, hogy igazán a nemzet egységének itt a régióban egy nagyon sajátos eleme Debrecen város és az egyetem kapcsolata. Az egyetem nagyon sokat köszönhet a városnak, többek között a létét, meg annak, hogy virágzott a továbbiakban, és pont fordítva vagyunk polgármester úrra, mint ahogy ez szokott alakulni, hiszen általában intézmények, nagyrendszerek úgy szoktak egymásra találni, hogy a vezetőik összebarátkoznak, és utána ebből egy intézményes konfidencia lesz. No hát mi kaptunk egy 500 éves intézményes konfidenciát, és utána már csak az a dolgunk, hogy együttműködjünk nagyon szorosan. A egyenruháinkon az aranysújtások azt mutatják, hogy az egyetemnek és a városnak ugyanaz az aranya, ugyanazok az értékei, ugyanazért dolgozunk, nagyon sokat teszünk mindenért, és mindez ráadásul abban a teremben, amikor Debrecenbe jöttem, egyetlen rokonom volt itt Debrecenben, Görömbei András professzor. Nála viziteltem le először, és most ez a terem róla van elnevezve. Én azt gondolom, hogy amikor az ember azt mondja, hogy életét és vérét a hazájáért, meg a városáért, akkor ezt a Debrecen Egyetem tiszta szívből mondhatja, és nagyon köszönöm polgármester úrnak azt az együttműködést és barátságot, amivel különös perspektívát ad a város legnagyobb oktatási intézményének. Köszönöm szépen! Kérem önöket, fogadják szeretettel Debrecen megyei jogú város polgármestere Papp László ünnepi beszédét. Tisztelt ünnepi közgyűlés, igen, tisztelt rektor úr, tisztelt díjazottak, tisztelt hölgyeim és uraim. Először is szeretném megköszönni rektor úrnak, hogy az ünnepi közgyűlésen szót ejtett a város és az egyetem nagyszerű kapcsolatáról, személyes kapcsolatunkról is. Köszönöm, hogy itt van velünk és együtt ünnepelhetünk, különös tekintettel arra, hogy 1956. október 23-án az egyetem és az egyetemi diákság különösen nagy szerepet játszott abban, hogy ez a város méltó legyen a 48-49-es hagyományaihoz, ahhoz a szabadság eszméhez, amely 1849-ben is vezérelte Debrecent, és otthont adott, befogadta akkor Magyarország kormányát, és 1956-ban pedig az országban elsőként indította útjára a küzdelmet a magyar szabadság kivívásáért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelettel köszöntöm tehát Önöket nemzeti ünnepünkön, az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen. Debrecen több tekintetben is különleges szerepet tölt be nemzetünk történelmében, hiszen nagy forradalmaink szorosan összefonódnak városunk polgárainak szabadság szeretetével. Amikor megemlékezünk a 67 évvel ezelőtti őszi történésekről, akkor debreceniként legyünk büszkék arra, hogy a debreceni diákok tüntetése és felvonulása volt 1956. október 23-án a forradalmi események nyitánya. Az akkori debreceni egyetemisták voltak az elsők az országban, akik október 23-án reggel tüntetésre gyülekeztek az egyetem központi épülete előtti téren,
miután elkészítették 20 pontból álló politikai követeléseiket. Ők voltak az elsők az országban, akik délelőtt rendezett sorokban vonultak a belvárosba, ahol a következő órákban egyesültek a középiskolások, munkások, hivatalnokok és más szellemi tevékenységet végző tüntetők tömegével. Ezt követően a diákok küldöttsége megkísérelt tárgyalni a helyi kommunista pártvezetéssel. Majd Görbe János, a Csokonai Színház művésze, a Perényi utcai pártszékház erkélyéről, az ott tüntető több ezer ember előtt elszavalta Petőfi Sándor a Nép nevében című versét. A kortársak leírhatatlan hatásról számoltak be. A néhány évvel korábban bemutatott Föltámadott a tenger című film Petőfit játszó színésze a tüntetők élére állva szavalta, követelte a kommunista pártvezetés oroszlán barlangjában, hogy még kér a nép, most adjatok neki. Tisztelt ünnepi közgyűlés! 1956. októberében a diákok és művészek, munkások és értelmiségiek együttes erővel, de békés úton, fegyverek nélkül igyekeztek változást elérni a diktatúrával szemben, a szovjet hadsereg fenyegető árnyékában. Emlékezzünk arra, hogy ez a valódi közösségi kovácsolódott debreceni tömeg volt az, amely olyan félelmet keltett az akkori kommunista hatalomban, hogy törvényes eszközökkel a hatalom már nem volt képes feloszlatni a demonstrációt. Mint ahogy az első tüntetés is itt zajlott az országban, úgy mindenkor megrendülten gondolunk arra, hogy az országban először itt Debrecenben adta ki a tűzparancsot az államvédelmi hatóság a fegyvertelen tömegre, és október 23-án délután 4 óra tájban eldördült az ország első sortüze a Kossuth utcán. Két halálos áldozata és mintegy 30 sebesültje volt az AVH aljas és brutális fellépésének. A debreceni 56-os események áldozatai előtt tisztelgünk azzal az emlékművel, amelyet a forradalom 60. évfordulóján a Kossuth utcán a Csokonai Színház épülete mellett helyeztünk el. 1956. október 23-a a hazaszeretet, a szabadságvágy és a jövőbe vetett hit győzelme volt Debrecenben is, ahol először emelték magasba az utcára vonuló emberek a szabadság nemzeti színű zászlaját. De ennek a győzelemnek áldozatai voltak. Voltak, akik idézőjelben csak szabadságukkal fizettek az igazügy melletti kiállásukért, voltak, akik életükkel vagy egészségükkel. De az áldozat nem volt hiába való. Ugyan több mint 3 évtizeddel később, de a diktatúra véget ért, és 1990 szabad parlamenti választása elhozta a demokráciát, amiért 56 hősei is küzdöttek. Tisztelt ünnepi közgyűlés, ahogyan 1956-ban, a forradalom napjaiban Magyarországra figyelt a világ, sőt a szabadságharc leverésének napjaiban, valamint az azt követő hónapok, évek terrorja idején is megrendülve és tisztelettel gondoltak a magyarokra a világ demokratikus részeiben, úgy ezekben a mostani hetekben szintén nagyobb figyelem hárult ránk. Hiszen amikor nem is egy, hanem két magyar Nobel-díjast ünnepelhettünk, amikor a magyar tehetséget, a magyar tudást jutalmazza a nemzetközi tudományos élet, akkor merjük kimondani, még jobb érzés magyarnak lenni, mint máskor. A mai napon pedig, ezt szintén merjük büszkén vállalni, még jobb érzés debreceninek lenni. Ugyanis olyan debreceniek, többek között irodalomtudós és muzeológus, pedagógus és szociális szakember, orvos és egészségügyi dolgozó, művész és sportoló szakmai tevékenységét és emberi teljesítményét ismerjük el, akik vezetőkként vagy munkatársakként nem csak szakmájuknak, nem csak maguknak és közvetlen környezetüknek, hanem városunknak is hatalmas szolgálatot tesznek. Olyan szolgálatot, amely kivívta Debrecen polgárainak elismerését. Hölgyeim és uraim,
amikor ma a nemzeti ünnepünkön nagyszerű debreceniek teljesítményét ismerjük el, Csokonai, Hatvani, Hajós Alfréd, Boncz László és Dóczi Gedeon díjakkal, amikor ma az ő tevékenységük van figyelmünk fókuszában, akkor gondoljunk csak arra, hogy hány héten, hány hónapon vagy éven keresztül dolgoznak az itt ülők kitartóan, de a város közösségének figyelme nélkül. Gondoljunk arra, hogy a mai elismerésük mögött mennyi felkészülés, mennyi következetes munka, hány átvirasztott éjszaka, vagy mennyi áldozat és lemondás áll. A legkevesebb, amit tehetünk, hogy megbecsüljük a tudást, a kitartást, a közösségért tevékenykedő életutakat. Tisztelt díjazottak, hálás vagyok munkájukért, és szívből gratulálok Önöknek. Város és a közgyűlés nevében azt kívánom, hogy továbbra is az eddigiekhez hasonló tudással és elköteleződéssel tevékenykedjenek a saját területükön, hiszen az értékalapú, kiemelkedően magas minőségű szakmai feladatvállalásuk szolgálja a városunkat, és ezáltal hazánkat is. Szívből gratulálok Önöknek, és az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából mindannyiunknak méltó ünneplést kívánok. Az ünnepi közgyűlést ezennel megnyitom. Tisztelt ünnepi közgyűlés, kedves hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! Debrecen város önkormányzata a hagyományok szerint október 23-án díjakat adományoz maradandó értéket teremtő, kiemelkedő tevékenység, illetve életmű elismeréseként. A következőkben az önkormányzati elismerések átadása következik. Debrecen megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése a gyermekvédelem, gyermekjólét, a szociális alapszolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások, továbbá az egészségügyi alap- és szakellátás az egészségfejlesztés területén a lakosság érdekében kimagasló szakmai tevékenység, valamint életmű elismeréseként adományozhat Boncz László díjat. Az idei évben a közgyűlés döntése alapján a szociális alapellátásban végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége áldozatos munkája elismeréseként Figecki Tamás, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ debreceni vezetője, valamint Rózsahegyiné Juhász Éva, Debrecen megyei-jogú város család- és gyermekjóléti központjának civil szervezetekkel foglalkozó koordinátora, a Hajdúdoroki Főegyházmegye cigánypasztorációs referense részesül Boncz László díjban. Az elismerés átadása előtt a Médiacentrum Debrecen ebből az alkalomból készített rövid filmje következik, elsőként Figecki Tamásról. Figecki Tamás 1983-ban tanítóként szerezte meg első diplomáját, 1993-ban szociálpedagógus lett, s azonnal a szociális területen helyezkedett el. A drogfüggő fiatalok számára szervezett alternatív csoportfoglalkozásokat, egyéni tanácsadásokat. 3 évig intézményvezetőként egy család- és gyermekjóléti szolgálatnál dolgozott, ahol hátrányos helyzetű családokat segítve kereste a komplex, hatékony megoldásokat a gyerekek veszélyeztetésének megelőzésére és megszüntetésére. 2000-ben az ELTÉ-n szociálpolitikus végzettséget szerzett, 2001-től a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Debreceni Szociális és Fejlesztő Központjának vezetője, ahol hajléktalanok, valamint szenvedélybetegek ellátását koordinálja. Nem volt arra se igazából alkalmam, hogy kiégjek ez alatt a 20 pár év alatt, mert mindig hoz új és új lehetőségeket, meg feladatokat ez a munkakör. A kihívások engem például az kifejezetten felspanol, hogyha egy új helyzet teremtődik, legyen az menekült probléma, legyen az járvány, vagy legyen az prevenciós munka, vagy drogkutatás, vagy drogszemélygyűjtés. Az egyik legjelentősebb általa kialakított, országosan is elterjedt program a Játék Határokkal elnevezésű kezdeményezés,
melynek keretében egyrészt fiatalok ismerkedhetnek meg a játékszenvedély veszélyeivel, másrészt a játékszenvedéllyel küzdők és családtagjaik kaphatnak hatékony segítséget. Figecki Tamás a Debreceni Karitatív Testület egyik alapító tagja, aktívan vesz részt a testület szakmai programjának kialakításában. 2020-ban Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el munkásságát, 2021-ben pedig szociális munkáért elismerésben részesült. A kudarcok nem tántorítanak el, vagy nem ijesztenek meg. Aki ezen a területen dolgozik, az nyilván felkészültebb a kudarcra, kevesebb sikerélményt kap esetleg, mint ha más területen dolgozna. Azt gondolom, hogy mindenki lehet segíteni, csak a megközelítéseket kell jól megválasztani, hogy kihez hogyan találom meg az utat. És nem feltétlen mindig direkt a rászorulónál kell kezdeni, lehet, hogy a környezetét kell először úgymond megkeresni és becserkészni. Tehát az utakat kell keresni és az utakat megtalálni. Kérem polgármester urat, adja át a díszoklevelet és az emlékplakettet Figecki Tamás részére. Tisztelt polgármester úr, tisztelt ünnepi közgyűlés, kedves vendégek, köszönet és hála, ami ilyenkor az embernek az eszébe jut, hiszen hálát kell adnom a gondviselőnek, hogy erre a pályára irányított és több mint 20 éve itt az Ökumenikus Segélyszervezetnél dolgozhatok. Köszönöm mindazoknak, akik előterjesztettek erre a díjra, illetve támogatták, hogy megkaphassam ezt a magas elismerést a várostól. Köszönöm a segélyszervezetnek, hogy itt tölthettem az elmúlt évtizedeket, és remélem még néhány évig tudok dolgozni, és remélem, hogy az elmúlt 20 pár évem hozzájárult a város szociális ellátásához. Köszönöm szépen még egyszer. Rózsahegyinél Juhász Éva 1999-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem etnográfus néprajz szakos tanárszakán, majd 2015-ben Budapesten a Szent Gergely Népfőiskolán roma pedagógiai mentorpedagógus szakirányú továbbképzésen vett részt. 2010-től a Hajdúdorogi Egyházmegye, majd a Főegyházmegye cigánypasztorációs referenseként a roma lakosság felzárkóztatását célzó tevékenységek koordinálásában, szervezésében vesz részt. Tagja több olyan belügyminisztériumi bizottságnak, amely a hátrányos helyzetű gyerekek sorsával foglalkozik. Az embernek kell, hogy legyen egy hite, meg kell, hogy legyen az, hogy bízzon a másikban. És igazából, ha ez a kettő megvan, akkor nincs félelem. Összefogással az embernek sok minden könnyebben megy, mert más, amikor egymásnak adunk erőt. És van, amikor azért megyünk segíteni, hogy nem csak azért megyünk segíteni, hogy a bajba jutottaknak segítsünk, hanem azért is megyünk, mert megyünk egymásért. 2015-től 2022-ig a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium vezetője, 2019-től a 11 szakkollégiumot összefogó Roma Szakkollégiumok Egyesületének titkára, 2019 és 2023 között a Debreceni Karitatív Testület elnöke volt. Elnöksége alatt a testület a koronavírus járvány időszakában is folyamatosan támogatta adományokkal, felajánlásokkal a nehéz élethelyzetbe került debrecenieket. 2020-ban szerepet vállalt a Debrecen Város Segély Alap létrehozásában. Részt vett az orosz-ukrán háború miatt Debrecenbe érkező menekült családok ellátásának megszervezésében. Jelenleg a Város Család és Gyermekjóléti Központjában dolgozva segíti a hátrányos helyzetű családokat. 2015-ben Pro Caritate, 2018-ban Raoul Wallenberg díjban részesült. Volt olyan család, akihez lementünk ott valahol Pacnak a utolsó utcájából, az erdőn keresztül. Két fiatal, 10 éves általános iskolást vittem magammal, az egyik a lányom volt, és itt pedig a barátnője, és akkor megjelentünk a cipős dobozokkal, és megkérdeztem a apukát, na készülnek a karácsonyra, lesz karácsony? Hát most, hogy jöttek, igen.
a mi generációnknak most már azon kell dolgozni, és ezt nagyon sokszor el is mondtam, hogy tovább kell adni. Tehát, hogy ezt a munkát, ezt valakinek a stafétát nekünk lassan át kell adni, és nincs más feladat a fiatalokat egy kicsit bemutatni nekik ezt a munkát, másrészt érzékenyíteni, és egyébként lehet, hogy meg is van bennük az érzékenység, csak meg kell fogni a kezüket, és velünk kell vinnie, hogy igenis szükség van arra, hogy segítsünk másoknak, és hogy ők is segítsenek másoknak. Felkérem polgármester urat, adja át a díszoklevelet és emlékplakettet Rózsahegyinél Juhász Évának. Polgármester úr, tisztelt ünnepi közgyűlés! Azt mondta, hogy kemény leszek, de azt gondolom, hogy minden debreceni mögött olyan három év áll, amit nem gondoltunk. Nem gondoltunk, hogy lesz világjárvány, nem gondoltuk, hogy lesz háború. Sőt, sokan emlékszünk rá, hogy a kettő valahogy ott együtt jött tavaly márciusában. És még nagyon sokan emlékszünk, amikor maszkba fogadtuk az első menekülteket, de ez csapatmunka. Ha most mindenkit megkérnék, hogy álljon mögém, aki segített abban, hogy az elmúlt három évben segítsük a debreceni rászorulókat, segítsük a Debrecenbe érkező több száz menekültet, nem férnénk el. És nem csak azért, mert nagyon sok karitatív testület és sok az önkéntesünk, hanem mert nagyon sok olyan szervezet van, a család segítőtől a szociális szolgálatig, a DAEFI-től a humán főosztályig, a tankerület, a szakképzési centrum, akinek felfordítottuk az életét a menekült szállóval, a mentők, a rendőrség és a katasztrófa, aki elég sokat ébresztett éjszakánként, de megbocsátotta a családom is, akik mind-mind mellettünk voltak, és ha most valakit kihagyok, az ne haragudjon meg, azért, hogy ezt a feladatot együtt, közösen végezzük, mert azt gondolom, hogy együtt Debrecenbe összefogással tudunk elérni eredményeket, és tudunk segíteni másokon. Úgyhogy köszönöm mindenki nevében. Debrecen megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése a kulturális élet területén, különösen a közgyűjtemény, a közművelődés, a művészetek, a társadalomtudományok terén maradandó értéket teremtő, kiemelkedő tevékenység, valamint életmű elismeréseként adományozhat Csokonai díjat. Az idei évben a közgyűlés döntése alapján a jazzzene területén végzett maradandó értéket teremtő, kiemelkedő tevékenység elismeréseként a debreceni Big Band, valamint a muzeológia területén végzett maradandó értéket teremtő, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Fodor Éva művészettörténész, a Déri Múzeum főmuzeológusa részesül Csokonai díjban. Most következzen a Médiacentrum Debrecen rövidfilmje elsőként a debreceni Big Bandről. A Debrecen Big Band tagjai közel 20 éve művelik a jazz nagyzenekari Big Band formációját. Céljukként tűzték ki a Big Band zene minél szélesebb körben való megismertetését a fiataloktól az idősebb korosztályokig, és ezt fiatal zenészek folyamatos bevonásával teszik. Számos hazai és külföldi fesztiválon vettek részt, többek közt franciaországi, törökországi, olaszországi, spanyolországi, csehországi, ukrajnai és romániai meghívásoknak tett eleget az együttes. Több show műsort adtak belföldön és külföldön egyaránt, táncosokkal színesítve műsorukat. Egymás motiváljuk gyakorlatilag, hogy jobbak és jobbak legyünk. Mindenhol óriási szeretet fogad minket, és igazából a legtöbb koncertünk az olyan közönség is, mert előfordult ilyen többször is, hogy egy kimértebb közönséggel indult az egész műsor. A végére az a közönség is, tehát egy teljes buli hangulattá tud válni a koncertünk, és ez egy
óriási motiváció. Tényleg vannak már, nevezhetjük, rajongóink is, akik a Facebookon és egy csomó más közösségi helyen írnak nekünk, várják a koncertünket, és ez óriási dopingot ad nekünk hétről hétre, hónapról hónapra. Részt vettek Magyarország jelentős jazzfesztiváljain. Ezek közül is kiemelkedik a Budapesti Big Band Fesztivál és találkozó, a Bánki Louis Armstrong Jazz Fesztivál, a hajdúszoboszlói Dixieland Fesztivál és hazai pályán a debreceni Borés Jazz Napok, a Virág Karnevál és a Campus Fesztivál. Koncertjeiken felléptek a magyar jazzzene prominens egyéniségei. Vendégművészeik voltak többek között Szulák Andrea, Miheller Mirtil, Szolnoki Péter, Zsemje Veronika, Pákai Petra, Hajdu Klára, Gájer Bálint, Majsai Gábor, Horváth Csárli, Vastag Csaba és Vastag Tamás. A zenekar repertoárja átöleli a Big Band zene széles skáláját, a swingen, a bugin, a popzenei feldolgozásokon át a latin ritmusokig. Céljuk, hogy közönségüknek minél nagyobb örömet szerezzenek határainkon belül és kívül egyaránt. 2006-ban, amikor elkezdtük, gondoltuk valójában, hogy ilyen magasságba el tudunk érni ezzel a együttzenéléssel, de nap mint nap együtt dolgoztunk, együtt próbáltunk, együtt dolgoztunk, azért a közös ügyért, hogy a közönséget maximálisan kiszolgáljuk. Szeretjük azt is, hogy valójában, ami a színpadon megszólal, az a miénk. Az minket fejez ki mindig, és azt mi szeretnénk maximálisan megvalósítani. Mikor az közönség feláll, és áll a tapsol, és akkor érezzük azt, hogy valójában jól érzik magukat, és úgy bennek az, hogy feltöltődnek, és érezzük rajtuk, hogy ők vissza fognak legközelebb is jönni, mert szeretik, amit csináltunk. Az mindent kápótól, szóval ez nem lehet anyagiakkal bármivel kifejezni, az életérzés, ami ott a színpadon, meg ott a közelben megszületik, az egy fantasztikus dolog, csak úgy lehet kifejezni, amikor ott vagyunk és ott érezzük. Kérem polgármester urat, adja át a díszoklevelet és az emlékplakettet a debreceni Big Band képviselőinek, Daruczi Lászlót és Hüse Gergőt pedig felkérem a díjátvételére. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Hát, amikor 20 évvel ezelőtt elkezdtük Big Bandet játszani, nehéz megszólalni, mert mi zenét szoktunk inkább nem beszélni. Nem gondoltuk, ilyen magasságra bejöttünk, és itt fogunk állni, és ezt a díjat át fogjuk venni. Köszönöm a zenekarunk tagjainak, a volt és mostani tagjainknak, hogy az úton végigkísértek, és hittek abban, hogy amit csinálunk, az a gyümölcse be fog érni elég utóbb. Köszönjük polgármester úrnak, a közgyűlésnek, hogy bizalmat szavaztak nekünk, és ezt a díjat kiérdemeltük. Köszönjük támogatóinknak, köszönjük, aki feltehesztett bennünket erre a díjra. Köszönjük minden zenész barátainknak, akik végigkísértek az úton bennünket, és továbbra is azon leszünk, hogy méltóan képviseljük városunkat, örömmel szerezzünk közönségünknek határainkon belül és azon kívül is. Köszönjük szépen! Fodor Éva Irén az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténet szakán végzett. Eddigi munkássága a Déri Múzeum képzőművészeti gyűjteményi anyagához, annak feldolgozásához és nyilvánosságra hozásához kapcsolódik. Kezdetben számos kortárs kiállítást rendezett, később új szakterületet keresett. Fő kutatási területe a múzeum építés története, Medgyessy Ferenc életműve, valamint Munkácsy Mihály Krisztus trilógiájának története és értelmezései. Ő volt az egyik kurátora a múzeum nagy sikerű fényjátékának. A Munkácsy évforduló kapcsán különleges kiállítást állított össze a művész alkotói módszeréről. Örömet okoz. Tehát a művészettel való foglalkozás az léleknemesítő hatása van. Tehát
és egy boldogság forrás is egyben. Ezek a művek, és az a tény, hogy most már ide kerültek véglegesen a Déri Múzeumba és Debrecenbe, és amennyi munka volt annak a megszervezése, annak az útnak a végigjárása, aminek a végeredményeképpen ez a három mű itt van, jó, és boldogsággal tölt el, hogy lehetőségem van ezeket a műveket nap mint nap bemutatni. 2014-ben új koncepció szerint korunk látogatói igényeihez igazítva készített állandó kiállítást Medgyessy Ferencről. 2022-ben egy pályázat keretében megújította a múzeum művészeti galériáját, amelynek során láthatóvá tette a gyűjtemény klasszikus modernséghez kapcsolódó festőit, hozzájárulva a múzeum gyűjteményi sokszínűségének megmutatásához. Egyik kurátora volt a most látható Erdély képzőművészete a két világháború között című kiállításnak. Jelenleg egy Munkácsi kiadvány megjelentetésén dolgozik. A festmények hatása alá akkor kerül egy látogató, ha vele szemben áll, és nem pedig a monitoron keresztül szemléli meg. Sosem kapja meg azt az élményt, mint mintha eredetiben látná. És maga a helyszín is pluszt ad ehhez a látogatáshoz, amit szintén nem tud egy virtuális kiállítás során megtekinteni. Olyan milliót képez ez a Déri tér az épülettel együtt, ami szerintem bárki számára egy megnyugvást és boldog nézelődést biztosít. Egy békességet, egy elmélyülésre alkalmas pillanatot, egy olyan harmonikus világot, amely kicsit megnyugvásra ad lehetőséget egy felgyorsult, olykor-olykor értékvesztett világunkban. Kérem polgármester urat, adja át a díszoklevelet és az emlékplakettet Fodor Éva Irén részére. Polgármester úr, kedves megjelentek, tisztelt közgyűlés, nem könnyű megszólalni egy ilyen elismerés után, de talán két dolgot emelnék ki. Először pontosabban mi köszönetet mondanék azoknak a személyeknek, akik úgy vélték, hogy három évtizedes kultúrában eltöltött életem kiérdemelte a Csokonai díjat. A következő pedig a szakmai életem egyik legnagyobb ajándéka 2019-ben következett be, amikor a Munkácsi képek sorsa rendeződött, és végleg Debrecenben maradt. És azóta is nagy érdeklődésre tart számot. A következő gondolatom az Jókai Anna gondolata lenne igazából, mivel művészettörténészként elég sokszor bőbeszédűségben jutok, tehát inkább rövide fogom. A jelen sokkal tartozik a múltnak, és míg ez ki nem egyenlíti, a jövőt nem követelheti. Hát a jelen tartozását igyekszem én mindennapi munkám során törleszteni, és ezt követően is igyekszem immár méltónak bizonyulni a Csokonai díj szellemiségének. Köszönöm szépen! Debrecen megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése a köznevelés területén végzett kimagasló, elhivatott oktatói, pedagógiai, nevelői, vezetői munka, vagy az ahhoz kapcsolódó, azt segítő, kiemelkedő tevékenység, valamint életmű elismeréseként adományozhat Dóczi Gedeon díjat. Az idei évben a közgyűlés döntése alapján az egyházi nevelés és oktatás területén végzett elhivatott munkája és értékeket teremtő életműve elismeréseként Géci Mária Erzsébet, a Svetics Katolikus Óvoda általános iskola, gimnázium és kollégium iskola nővére,
A szakképzés érdekében végzett kimagasló vezetői munka és értékeket teremtő oktatói nevelői tevékenység elismeréseként Nagyné Olá Katalin, a Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Technikum igazgatója részesül Dóczi Gedeon díjban. Az elismerések átadása előtt a Média Centrum Debrecen rövidfilmje következik, elsőként Géczi Mária Erzsébet iskolanővérről. Géczi Mária Erzsébet a Boldogasszony iskola nővérek rendjének 1977-től örökfogadalmas tagja. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Svetics Intézetben végezte. Magyar latin szakos középiskolai tanári és hitoktatói végzettségének megszerzése után 1970-től alma máterében kezdte meg pedagógusi szolgálatát. A latin nyelv színvonalas oktatása mellett szívügyének tekintette, hogy a római katolikus egyház liturgikus zenei kincsét és a kodály hagyományokat megismertesse és megszerettesse tanítványaival. A nevelésre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hogyha azt szeretnénk, hogy a világ egy picit is jobb legyen. És mivel hogy a nevelésnek az alapja, hogy azzal nevelünk, amik vagyunk, ezt meg is fogalmazza a mi szabályunk a 23. pontban, és amikor én igazgató voltam, meg életem során, a nevelői munkám során is, nagyon sokat foglalkoztam, nem csak a gyerekkel, meg a pedagógusokkal, hanem a szülőkkel, nagyszülőkkel is, hogy egységes legyen a nevelői hatás. A Svetics Intézet karnagyaként mind hazai, mind nagysikerű külföldi fellépések alkalmával tett tanúságot diákjaival együtt a debreceni római katolikus közösség élő hitéről. 1992-ben kapott megbízást az intézet vezetésére. Irányításával indult el a Svetics óvoda, valamint az általános iskola működése. 2007-től néhány évnyi budapesti szolgálat után már nyugdíjasként vesz részt a fiatalok nevelésében, a csökkent látók otthonában élő idősek pasztorációjában, egykori diákjainak, kollégáinak lelki támogatásában. Örömmel vállal kántori feladatokat, készséggel bocsátja rendelkezésre latin nyelvtanári és fordítói tudását minden segítségkérőnek. Azzal az útra valóban engedjük el a gyerekeket, amire így neveljük őket az itt eltöltött évek alapján is, hogy akár merre irányul az életük, akár merre, akár milyen hatások érik őket, el ne engedjék az Istennek a kezét. Akkor az egyenes az útja arra felé, amerre haladnunk kell az örök élet felé. Azt mondják, hogy a testnek a motorja a szív. És hát a szív pedig szeretetből él, az az olaj, és akkor ezt az olajat, ezt pedig az imádságból és az Isten szeretetéből merítjük. Kérem polgármester urat, adja át a díszoklevelet és az emlékplakettet Géczi Mária Erzsébet részére. Tisztelt polgármester úr és kedves közgyűlés! Köszönöm szépen az elismerést, és mögöttem elég hosszú emberek sora áll, akik velem együtt próbálják azt a nevelői hatást gyakorolni, egyrészt a nővértársaim, munkatársaink, akikkel hát a időtálló értékeket és stabil alapokat szeretnénk a jövő generáció számára adni. És köszönöm polgármester úrnak és a közgyűlésnek, hogy észrevették ezt a tevékenységünket, és továbbra is szeretnénk felajánlani
ameddig az Úristen segít bennünket, hogy ezt folytatjuk. Nagyné Olá Katalin 40 éve gyakorló pedagógus, 23 éve vezeti a Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál technikumát és kollégiumát. Alapképzettsége szerint magyar nyelv és irodalom történelem szakos középiskolai tanár, mesterpedagógus. 2002-ben közoktatási vezető pedagógus szakvizsgát tett, 2018-ban pedig köznevelési mestervezető szakképzettséget szerzett. A városban napjainkban zajló fellendülés, a gazdasági változások olyan elvárásokat támasztanak a szakképzési rendszerrel szemben, melyeknek csak olyan szemlélettel lehet megfelelni, mellyel a vezető felismeri a lehetőségeket a változások közepette, és ezt a maga és diákjai ezáltal a város gazdasági fejlődése szolgálatába képes állítani. Nagyné Olá Katalin ilyen vezetője a technikumnak. Hivatást, mert én úgy gondolom, hogy gyermeket, embereket nevelni, oktatni, tanítani az egyik legnagyobb mesterség, egy nagyon nagy felelősség, egy nagyon nagy kihívás. Az iskola az oktatás és a nevelésnek a gyakorlatilag megvalósulása. Kerete, rendje állandóan szerintem változik, és ez így van rendjén, hogy változhat. Egy viszont örök benne a gyermek és a tanár. És az ő együttműködésük, az, hogy hogyan tud a pedagógus a gyermekkel foglalkozni, és hogyan találja meg hozzá az utat, ezt úgy szoktuk mondani, hogy a csillogó szemek tovább csillogjanak osztálytermekbe és a munkavilágába egyaránt. Tevékenységét határozottság, munkabírás, szakmai tudás, kiváló kommunikáció, innováció, nyitottság, őszintesség és konfliktuskezelési képesség jellemzi. Fejlődésre, megújulásra képes menedzser típusú igazgató. Folyamatosan fejlesztette szakmai és vezetői tudását annak érdekében, hogy minél jobban megfeleljen a kihívásokkal teli szakképzési, gazdasági elvárásoknak. A Debreceni Szakképzési Centrum 2022-ben a Debreceni Szakképzésért díjat adományozta neki a szakképzés elkötelezett és szolgálatkész képviseletéért, példamutató szakmai, pedagógiai és vezetői kompetenciái elismeréseként. Minden, ami körülvesz, én arra mind büszke vagyok, legyen az akár pozitív, akár negatív, az mind engem lelkiekbe erősített és szakmailag is erőt adott. Még nagyon sok szeretetet kapok, úgy gondolom, hogy megbecsülést is kapok, hiszen gyakorlatilag a megbecsülésre nem is vágyom annyira, mert nekem ez szolgálat. A közösség érdeke fontosabb számomra, mint a saját érdek. De ezért van a 4 évtized. Kérem polgármester urat, adja át a díszoklevelet és az emlékplakettet Nagyné Olá Katalin igazgató részére. Kedves polgármester úr, tisztelt ünnepi közgyűlés, tisztelt rektor úr, kedves jelenlévők! Ott már meghatódtam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy itt most nem fogok, és inkább a szakképzés fejlesztésről szeretnék beszélni. Először is nagyon szépen köszönöm ezt a gyönyörű díjat, amelyre méltán lehetek büszke, hiszen a Debreceni Iparoktatás első igazgatója volt Dóczi Gadeon, akinek a személyét az én iskolám is jogelőd igazgatónak tekinti. Ezért úgy gondolom, hogy ez a díj engem nagyon megtalált. Köszönöm azoknak, akik terjesztettek a díjra, és a döntéshozóknak, akik úgy gondolták, hogy érdemes vagyok erre a díjra. Köszönöm polgármester úrnak az iskolám és a Debreceni Szakképzési Centrum iránti elkötelezettségét, és a szakképzést fejlesztését. Én úgy gondolom, hogy most itt a 21. században, amikor Debrecen városa
közép- és a kelet-európai régió egyik legjobban fejlődő városa, közös szívügyünk és közös kötelességünk a szakképzésnek a fejlesztése, és én ezt köszönöm, hogy ebben a városban ez így van. És Hector úr már említette Görömbei tanár úrnak a nevét. Igen, én azon szerencsés tanítványok közé tartozom, aki az ő tanítványa lehetett. Az 1980-as évek elején mi úgy nőttünk fel az akkori Magyar Irodalom Tanszék vezetőinek a tanításaival, hogy idézve Tamási Áront, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Én köszönöm debreceni születésű pedagógusként, igazgatóként, hogy Debrecen otthonunk, és köszönöm azt, hogy mindenkinek az otthona ez a gyorsan fejlődő város, és remélem, hogy a tanítványaim is úgy fogják érezni, és az iskolám közössége, hogy továbbra is otthonunk, és eszerint fejlesztjük majd ezt a várost. És Görömbei Andrást idézve, Kányádi Sándor szavai sem, sorai sem múlhatnak most itt, vagy nem hang, tehát azoknak is el kell itt hangoznia, hiszen az én korosztályomat, mint tanárokat még úgy képeztek a magyar tanáraim, hogy megtartó példák legyünk. Kányádi Sándor írta Kós Károly arcképe alá: falak omolhatnak, kövek is vásódnak, de magaslik és nem porlik a megtartó példa. Én szeretnék még nagyon sokáig a városnak, iskolámnak, családomnak megtartó példa lenni, és ehhez köszönöm azt a sok szeretetet és ezt a díjat még egyszer, amelyre nagyon, de nagyon büszke vagyok. Köszönöm szépen! Debrecen megyeijogú város önkormányzatának közgyűlése kimagasló sportteljesítmény, kiemelkedő testnevelő tanári, sportvezetői, edzői, a versenysportban, a szabadidősportban, az utánpótlás nevelésben, a testnevelés vagy a diáksport terén végzett magas színvonalú munka, maradandó értékeket teremtő tevékenység, illetve életmű elismeréseként adományozhat Hajós Alfréd díjat. Az idei évben a közgyűlés döntése alapján az atlétika és a labdarúgás területén végzett kiemelkedő testnevelő tanári, edzői, sportvezetői munkássága elismeréseként Csapó Lajos volt válogatott atléta, a Debreceni Szakképzési Centrum Betlen Gábor közgazdasági technikum testnevelő tanára, a Debreceni Sportcentrum közhasznú nonprofit Kft. Labdarúgó edzője. A kardvívó sportért végzett kiemelkedő edzői, sportvezetői munkássága elismeréseként Dávid László, a Debreceni Egyetem Atlétikai Klub Nonprofit Közhasznú Kft. Vívó szakosztályának vezetője, és a labdarúgás területén végzett kiemelkedő sportvezetői munkássága edzői életműve elismeréseként Makrai Balázs, nyugalmazott testnevelő tanár, labdarúgó szakedző részesül Hajós Alfréd díjban. Az elismerések átadása előtt a Média Centrum Debrecen rövidfilmje következik, elsőként Csapó Lajosról. Csapó Lajos a Dased Diák Sport Egyesületben sajátította el a gátfutás alapjait, majd a debreceni sportiskolába igazolt. 17 évesen lett ifi válogatott, 80 méteres és 300 méteres gátfutásban országos bajnokságot nyert. 1989-ben kezdődött pedagógusi és edzői pályafutása az Angyalföldtéri Általános Iskolában. 1990-től az olasz focisuli berkeiben óriási ambícióval, bizonyítási vágyjal vágott bele a fiatalok képzésébe. Két korosztállyal országos diákolimpiai döntőben vett részt, győzelmet és 6. helyezést értek el. Az egész ranglétrát én végigjártam, de valahol én is gyerek maradtam. És én úgy érzem, hogy ez valamilyen szinten nagyon jó, a pályán meg kimondottan jó. Mert a mai gyerekeket, hogyha én nem vagyok gyerek, és nem tudok velük szót érteni, akkor nem tudom motiválni, és
és nem tudom elfogadtatni velük azt a sportszeretetet és azt a életvitelt, ami elengedhetetlen a mai gyerekek egészséges életéhez. Sok tehetséges gyereket fedezett fel, akik a DVSC csapatát erősítették. Kulcsár Tamás, Jeremiás Gergő, a Ludánszki testvérek, Rezes László, Varga József, Tisza Tibor, Bódi Ádám és Ferenci János. Közben a Pécsi Tudományegyetemen testnevelő tanári szakon végzett, és UEFA B-licenszes labdarúgó edzői oklevelet is szerzett. 2006-tól tanít a Debreceni Szakképzési Centrum Betlen Gábor közgazdasági technikum és kollégiumban, a DSI vezetésének felkérésére pedig 6 évig atlétaedző volt. 2012-től iskolájában elindította a leány labdarúgást, ami rendkívül sikeresnek bizonyult. 11. éve a Magyar Labdarúgó Szövetség Grassroots programjának vármegyei koordinátora. Valahol, ha egy töredéket tudok csak a pozitív irányba átadni a mai korosztálynak és a mai fiataloknak, akkor én úgy érzem, hogy minden fáradtságot megérdemel, én pedig nem vagyok egy feladó ember, hogyha érzem azt, hogy a mostani kommunikációm nem hozta azt az eredményt, amit elvártam volna tőle a diákság felé. Én akkor sem vagyok olyan, hogy na most ezt megszüntetem, és azt mondom, hogy na ne tovább. Jó, nekem ez így, én már így fogom befejezni a pedagógus pályámat, hogy mindig megújulva, felfrissülve, más formába a gyerekeket mindig meg fogom szólítani, hogy az irányt találják meg. Felkérem polgármester urat, adja át a díszoklevelet és emlékplakettet Csapó Lajos testnevelő tanár labdarúgó edző részére. Tisztelt polgármester úr, tisztelt ünnepi közgyűlés, díjazott társaim, kedves vendégek. Debrecen. Mit is jelentesz nekem a mindent? Bár atléta válogatott időszakomba budapesti egyesületektől igen kecsegtető ajánlatokat kaptam, nagy-nagy fejtöréssel a válasz megadásánál Debrecen túlsúlya döntött, amit soha nem bánok meg. Mit kaptam Debrecentől, és mit adhattam városomnak? Kaptam megbecsülést, elismerést, támogatást, kibontakozási lehetőséget tanári pályámon, sport teljesítményembe. Mit adhattam cserébe? Santiago de Cubából válogatott koromba hozhattam egy aranyérmet 400 méteres gátfutásban, egy harmadik helyezést váltófutásban. A tanári pályámon diákolimpiai győzelemmel büszkélkedhettem labdarúgó csapatommal. Atlétaedzőként ugyanígy diákolimpián, iskolai váltófutásban országos ezüstérmet szereztünk. Az edzői pályám egy kicsit tartalmasabb. Labdarúgó edzői területemen felépítettem a Deac hívó szavára, ott edzősködtem 6 évig. A lány labdarúgást, ahol megyei bajnokok lettünk, atlétaedzőként a sportiskolánál országos bajnok, csapatbajnokságban 400 méteres gátfutó tanítványom volt. Én úgy érzem, hogy mindent megtettem azért, hogy azt a tapasztalatot és tudást, amit a sport területén szereztem, próbáljam átadni. Mindig is szívem csücske volt a labdarúgás, mint grundon felnövekvő diák, gyerek, rosszaság. És ezt a labdarúgás szeretetébe, hogy képeztem ott is magam, hogy megszerezzem azokat a tapasztalatokat, amit atlétikus jelleggel átadhattam. Büszke voltam arra, hogy egy rövid ideig a Loki első osztályú csapatában tevékenykedhettem erőnléti gyorsaságfejlesztő edzőként. Én úgy érzem, hogy megtettem, meg is kívánok tenni mindent, és számomra Debrecen a minden. Köszönöm, Debrecen! Köszönöm.
Dávid László egyetemi évei alatt kezdett edzősködni, s a 2000-es évek elejétől dolgozik a debreceni kardvívó sportért. A rendszerváltás után a Cívisvárosi kardvívás a megszűnés határára került, ám a Deac vívó műhelye Dávid László munkájának eredményeként az ország egyik legsikeresebb vívó szakosztályává vált egy fővárosz-centrikus sportágban. Ő volt a 2017-ben megalakult Interfencing DSC egyik alapítója. Jelenleg a Deac vívó szakosztályának vezetője és edzője. Legeredményesebb tanítványával, Battai Sugár Katinkával 9 éves kora óta dolgozik együtt. Amikor a Sugi megnyerte a világkupáját, ez idén volt, és a dobogón nála mondta, hogy fú, te vagy a világ legjobb edzője. És ez egy olyan nagyon jó pillanat volt számomra. Ezek a gyerekek, akik itt vannak, és még felnőttként is visszajárnak vívni, akár egy-egy asszóra, mert mondjuk a munkájuk már nem engedi, de még mindig megtalálnak, az ügyes-bagyos dolgaikat elmesélik nekem, ezek nagyon jó érzés keltenek bennem. Dávid László tanítványa továbbá a junior korosztály hazai ranglistájának élmezőnyébe tartozó Bányai Marcell és Kászabó Mátyás is. A kadétok között ugyancsak az ő szakmai irányításával készül a sokra hivatott Kónya Csenge, valamint Vladimir Véda többszörös magyar bajnok utánpótlás versenyző is. Évtizedes munkájával számos tehetséget nevelt a debreceni vívásnak, köztük felnőtt olimpikont és világbajnok versenyzőt debreceni színekben, valamint utánpótlás világklasszisokat, a jövő reménységeit. 2021 óta az ő szakmai irányításával készül a háromszoros paralimpiai ezüstérmes, Osváth Richárd is. Aki a sikereket érmekbe kezdi elmérni, az egy idő után sikertelenné, vagy nem boldog emberré fog válni. Szinte több időt töltünk a tanítványainkkal, mint a saját szüleik. Hát abba kell csak belegondolni, hogy már egy magyar verseny innen Debrecenből. Pénteken indulunk, vasárnap érkezünk, tehát a hétvégét ezt végig a gyerekekkel töltjük. Edzések azok ugye minimum heti 5-ször vannak egy szint után. Szinte tényleg többet vagyunk a gyerekekkel, mint a saját szüleik. Nagy felelősség, de nagyon kreatív munka. Hát az, hogy edzővé válik valaki, az egy nagyon kreatív tevékenység, nagyon-nagyon sokrétű dolog. És nagy kihívás, és szeretem a kihívásokat. Kérem polgármester urat, adj át a díszoklevelet és az emlékplakettet Dávid László vívóegyző részére. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt hölgyeim és uraim, mert számomra ez teljesen szokatlan, mert általában, ahogy a videó felvételen is látszott, maszk mögött, ilyen fekete öltönybe, plasztronba készítjük fel a tanítványainkat, és azt szoktuk mondani, hogy amikor a reflektorfény az edzőre kerül, akkor valamit nagyon-nagyon elszúrt, remélem, hogy most nem szúrtam el nagyon-nagyon semmit. Nyilván a tanítványaimnak köszönöm elsődlegesen ezt a díjat, illetve a közgyűlésnek, hogy megszavazta. Ugye mióta Debrecenbe fegyvert fogott bárki a vívóterembe, a pástokon, tudja, hogy 1912 Békesi Béla óta nem volt ebben a sportban olimpiai érem, világbajnoki érem sem, az most van 2, úgyhogy azért dolgozunk tovább, hogy ne csak a világbajnoki érmek maradjanak. Köszönöm szépen! Makrai Balázs labdarúgó, korábbi ifjúsági B és olimpiai válogatott kerettag. 1973 óta tevékeny résztvevője a debreceni sportéletnek. 1973 és 1974 között az akkor NB1-B-s DVSC labdarúgója, majd 1977-ig vezetőedzője volt. Edzősködése alatt majdnem sikerült az első évben feljutni az NB1-be. Ezt követően a DVSC módszertani osztályán dolgozva több szakosztály koordinálásában is részt vett. Az 1980-as évek elején az első osztályú DMVSC pályaedzője lett, ezt követően külföldön edzősködött. Hazatérése után a debreceni Kinizsi, a Duse, a Deac és más megyei csapatok edzője volt. Amikor 60 ezer ember kint van a stadionban, és őrjöng, és üvölt, és szidja a bírót, szidja a másikat, szidja a harmadikat, az ellenfél drukkereit, az ellenfél pártjait,
a városát. Ez egy olyan dolog, ami kijön mindenkiből egy-egy ilyen közösségben. Tehát sokszor azt mondom, akik itt kiabálnak, azok valószínűleg otthon csendben vannak, és itt kiélik magukat. És örülnek, hogyha győz a csapatok. A DSI labdarúgó edzőjeként és a Józsai Gönczi Pál általános iskolában utánpótlás edzőként tevékenykedett, ahol többek között Varga József későbbi válogatott labdarúgónak is megadta a kezdő szakmai segítséget. 2001-ben a Magyar Kupa győztes DVSC szakmai stábjának volt tagja. Dolgozott a Hajdúbihar megyei közgyűlés sportigazgatóságán, valamint a Debreceni Egyetem testnevelés tanszékén is. Számos egyetemi bajnokságban vezette győzelemre az egyetem csapatait különböző sportágokban. A testnevelési főiskola tanári szakán végzett. Az itt szerzett tudást később az edzőképzésben tudta hasznosítani. A Hajdúbihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei középfokú labdarúgó edzői tanfolyamokat vezette. Az egyik alapja edzősködésnek, hogy tudjon bánni a játékosokkal, érezze a játékosok, tudja a játékosok problémáit, foglalkozzon azzal, ha tud, segít, tanácsot ad. Úgy érzem, hogy olyan edző voltam, aki általában szimpatikus volt a játékosoknak, de ez nem jelenti azt, hogy megengedtem nekik mindent. Tehát tartva a parany középutat, fegyelmeztem őket, ha kellett. De tisérni is tudtam gyakran, úgyhogy úgy érzem, hogy ezért is tudtam gyakorlatilag mindig bizonyos szinten teljesíteni. Egy nagyon kiegyensúlyozott, úgy érzem, nyugodt család életet tudok élni. Tudtam a gyermekeimbe is beleplántálni azt, hogy csapat vagyunk, és neveljék ők is a gyerekeiket, hogy tényleg a tanulás mellett elsősorban mindenre is van idejük, és élvezzék a sportot. Kérem polgármester urat, adja át a díszoklevelet és az emlékplakettet Makrai Balázs labdarúgó szakedző részére. Tisztelt polgármester úr, tisztelt ünnepi közgyűlés, tisztelt meghívottak. Megmondom őszintén, hogy a film láttam, megijedtem, hogy borzalmasan megöregedtem. Egyáltalán nem számítottam ilyen rossz beszéd, értelmetlen beszédre is. Egyáltalán formám is egészen más, mint amit még sejtek magamról, de hát az idő elszalad. Pontosan 50 évvel ezelőtt kerültem Debrecenbe. Az, hogy miért, aznak több oka van, de elsősorban az, hogy éreztem, hogy ez a város ez fejlődőképes, van benne fantázia, tanulási lehetőséget biztosít a gyermekeimnek, és mindenféleképpen ajánlatos erre fordulni, tendálni, mivel a sport eredményei is olyanok a városnak, amely a továbbiakban biztosítja majd a lehetőséget, amit akkor még célként emlegettem magam előtt. És nagyon sikerült. Nem beszélve az előbbieknél arról, hogy a feleségem családja debreceni. Tehát mindenféleképpen könnyebb volt a választás. Mindenek előtt hozzáteszem azt, hogy három évig voltam egyfolytában én a DVSC vezetőedzője. Egy csoportos NB1B volt akkoriban, 18. helyen állt a csapat, amikor átvettem a munkát, egy fél szezonom volt arra, hogy bent tartsam a csapatot, mert ez már a tavaszi szezonban történt, tehát őszi-tavaszi volt a bajnokság, télen küldték el az előző edzőt, maradtam én tavaszra. A 18. helyről fölküzdöttük magunkat a 4. helyre, NB1-es csapattal tituláltak, meg hittek már minket, de sajnos az utolsó pillanatban Bodonyi Béla az UEFA válogatottal elment külföldre. Akkor volt az UEFA torna, és az ő hiányát a csapat akkor nem tudta pótolni, emiatt 4. helyen végeztünk, de óriási siker volt.
meg volt boldogva a város, Vágóhíd utcai pályán annyian voltak, mint most a Nagyerdei stadionban, sőt mondhatom, hogy alkalmanként lényegesen többen, teljesen új arculat adott debreceni labdarúgásnak. Később voltak bizonyos átmeneti nehézségek, amikor kijött a városvezetés által rákényszerített DMVSC, DMT-e különböző egyesületeket vontak össze, ezáltal a debreceni labdarúgásnak a helyzete egy kicsit megrendült, és jó pár év kellett ahhoz, hogy végül, amikor megérezték a profizmusnak a szagát a debreceni vezetők, és kezdett emelkedni a labdarúgás színvonal a városon belül, és sikerült végül Kovács Feri segítségével, Isten jó osztálya, fölkerülni NB1-be, amelynek a munkáját még egy darabig tudtam én is segíteni, de 81-ben átkerültem a Debreceni Egyetemre, akkor még Kossuth Egyetem volt, ahol én munkát kaptam, és onnantól kezdve főfoglalkozású edzőként soha többet nem dolgoztam, mert rájöttem, hogy ki van az edző szolgáltatva, két évig itt, két évig ott, cipeli magával a családját, ami semmiféleképpen nem jó, mert nekem elsősorban a család számít, ők az én mindeneim. Tehát maradtam az egyetemnél, mellette változatlan futballt pozícionáltam, és ennek köszönhetem az, hogy végül sokkal több sikert értem el az egyetemi sport területén, mint az egyéb professzionális labdarúgás területén, hiszen rengeteg MEFOB, Universitas kupa, medikus kupa eredményeiben voltam érdekelt, általában első helyezést értünk el, ezt csak azoknak mond valamit, akik tudják, hogy ezek mit jelentenek. Ezek egyetemi bajnokságok, országos bajnokságok természetesen. Mindenféleképpen köszönöm ezzel együtt az elismerést, amely nem is elsősorban minőségi sportnak szól, úgy érzem, hanem annak, hogy 50 éven, vagy hogyha beleszámol az előzőeket, azon kívül is dolgozom a sporttal, sportért és a sporttal együtt karöltve. Erre biztatva a családomat, ahol hál' Istennek megvan a megfelelő utánpótlás, hiszen a két gyermekem is sportolt, és a négy unokám közül 2-3 feltétlenül olyan szinten fog sportolni, ami figyelemre méltó lesz. Nekem elsősorban a család volt mindig a fontos, és remélem, hogy én is az vagyok nekik. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a díjat, és jó erőt, egészséget kívánok. Debrecen megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése a város fejlesztése érdekében a természettudományok, az egészségügy, a szociális tevékenység, az urbanisztika a városfejlesztés területén maradandó, a jövőt megalapozó, értéket teremtő, kiemelkedő munka, tudományos tevékenység, valamint életmű elismeréseként adományozhat 60 díjat. Az idei évben a közgyűlés döntése alapján az orvostudomány területén végzett kiemelkedő tevékenysége, a jövőt megalapozó maradandó értéket teremtő tudományos munkája elismeréseként professzor Csanádi Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Egészségügyi Szolgáltató Egységek, Klinikák, Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika igazgatója, és professzor Illés Árpád egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campus Belgyógyászati Klinika, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet, hematológiai nem önálló tanszék tanszékvezető egyetemi tanára részesül 60 díjban. Az elismerések átadása előtt a Médiacentrum Debrecen rövidfilmje következik, elsőként dr. Csanádi Zoltánról.
Professzor dr. Csanádi Zoltán egyetemi tanár, intézetvezető, klinikai igazgató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, belgyógyász, kardiológus szakorvos. 1992 és 95 között Kanadában dolgozott, ahol a szívritmus zavarok kezelésének új, katéteres és beültethető eszközös technikáit sajátította el. Hazatérését követően ezeket a módszereket sikerült Magyarországon meghonosítania. Az elmúlt 20 évben a Debreceni Egyetem kardiológiai klinikáján létrehozta az aritmológiai centrumot, amit az Európai Szívritmus Társaság hivatalos oktatóközpontként akreditált, és 2017-től a kardiológiai klinika igazgatója. Már orvostanhallgató koromban érdekelt a szív, hát egy csodálatos szerv, ugye a magzati életünk harmadik hónapjától működik, és az életünk utolsó pillanatáig működik. És ez alatt körülbelül egy átlagos élet során mintegy 3 milliárd alkalommal húzódik össze, naponta 100 000-szer. Nekünk itt egy nagyon nagy szívelektrofiziológus csapatunk van, kitűnő fiatal kollégákkal, többek közülük külföldön is jártak 1-2 éves továbbképzésekre. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, amit föl tudtam építeni, a kollégáimra, az ő tudásukra is. Az egész klinika kardiológus részlege, ha úgy tetszik. Közösen írtunk egy könyvet az orvostanhallgatóknak, magyarul is és angolul is. Az alföldi nyomda innovatív technológiáját felhasználva, ami lehetővé teszi, hogy a képek, amik a könyvben vannak, azok megelevenednek, videó, hangfájl formájában lejátszhatók. 2002-ben PhD fokozatot szerzett, 2011-ben habilitált, 2016-ban kapta meg az MTA doktora címet. 2019 és 22 között a Magyar Kardiológusok Társasága elnöke volt, megkülönböztetett tagja az Európai Kardiológus Társaságnak és az Amerikai Kardiológus Kollégiumnak. Munkáját az Emberi Erőforrások minisztere 2021-ben az egészségügyben adható legrangosabb szakmai kitüntetéssel, a Semmelweis díjjal ismerte el. Ugyanebben az évben Hajdú-Bihar megyei Prima díjjal tüntették ki. 2023-ban megkapta a Magyar Kardiológusok Társasága legmagasabb elismerését, a Társaság aranyérmét. A kardiológiában elképesztő fejlődés van szinte minden területen. A billentyűbetegségeknek a katéteres gyógyításában, tehát anélkül, hogy a szívsebésznek föl kellene nyitni a mellkast, nagyon sok billentyűbetegen tudunk segíteni. Erre különösen büszke vagyok, hogy vidéken a legnagyobb centrum vagyunk transzkatéteres billentyű beavatkozásokban. A célunk az mindig az, hogy ami a világban elérhetővé válik szívgyógyászat, szívbeteg ellátás területén, azt minél előbb hozzuk haza, hogy a magyar betegek ugyanúgy részesüljenek ennek az előnyeiből, mint a betegek bárhol a világon. Kérem polgármester urat, adja át a díszoklevelet és az emlékplakettet dr. Csanádi Zoltán professzor úr részére. Tisztelt polgármester úr, rektor úr, kancellár úr, képviselő, hölgyek és urak, vendégek! Megtisztelő számomra, hogy a Debreceni Közgyűlés méltónak talált engem erre a díjra. Külön öröm, hogy egy ilyen ünnepé keretében vehetem át, amikor az 1956-os forradalom és szabadságharcról emlékezünk. 60 István egy csodálatos ember volt, egy fantasztikus természettudós, polihisztor, de talán mindennek előtt pedagógus, tanár a szó legigazibb, legnemesebb értelmében. A külföldi egyetemeken, Zürichben, Bázelben, Leidenben megszerzett tudását hazahozta, és az itthoni tanítványainak adta át. Az én életem úgy alakult, hogy 30 évvel ezelőtt egy 3 éven keresztül Kanadában dolgozhattam, ahogy ebben a kis filmben látták, ahol a szívgyógyászatnak egy akkor vadonatúj ágát
tanulhattam, sajátíthattam el, ez a szívritmus zavaroknak a katéteres kezelése volt, ami azután nagyon sikeresnek bizonyult, és a mai napig egy nagyon sikeres beavatkozás. Nagyon büszke vagyok arra, hogy én ezt hazahozhattam, sok fiatal kollégámnak átadhattam, megtaníthattam őket erre, és így együtt, csapatként a Debrecen és a tágabb régió betegeinek ezreit kezelhettük, kezelhetjük ezzel a megszerzett tudással. A díjat, amit most kaptam, ezt az elismerést úgy tekintem, hogy én vettem át, de ez valójában a munkatársaimnak is szól, illetve annak a munkának, annak a sikernek, vagy azoknak a sikereknek, amit itt Debrecenben a szívgyógyászat az elmúlt években föl tudott mutatni. Köszönöm Önöknek! Professzor dr. Illés Árpád 1983-ban summa cum laude diplomázott általános orvosként a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően belgyógyászatból, kardiológiából, hematológiából, valamint klinikai immunológia és allergológiából szerzett szakvizsgát. A PhD tudományos fokozatot klinikai orvostudományi területen 1999-ben szerezte meg, 2005-ben habilitált, míg az MTA doktora címet 2012-ben nyerte el. Az egyetem elvégzése után a Debreceni Orvostudományi Egyetem 3. számú belgyógyászati klinikáján kezdte meg tevékenységét. 1988-tól egyetemi tanársegéd, 1995-től egyetemi adjunktus, majd 2003. júliusától egyetemi docens kinevezést kapott. 2003-tól immunhematológiai részlegvezető egyetemi docens. 2008-tól általános igazgatóhelyettesi feladat ellátására kapott megbízást a Belgyógyászati Intézetben. Ez nem csak egy szakma, ez egy életpálya, egy életforma. Büszkeséggel tudom elmondani, hogy nálunk nincsen hiány tehetséges fiatal orvosokból. A hematológia rettentő gyorsan fejlődik. Az elmúlt 10 évben robbanásszerű ismeretanyag lett a betegségeket illetően, illetve annyi új gyógyszer, célzott, innovatív gyógyszer jött be a betegek kezelésébe, amelyet napi szinten kell tanulni, követni. 2012-től a Belgyógyászati Klinika B épületének vezetője és a Belgyógyászati Intézet hematológiai tanszékének vezetője. Évtizedek óta kiemelkedő, aktív oktatói tevékenységet végez magyar és angol nyelven egyaránt, az egyetemi oktatási szintek valamennyi formájára kiterjedően. Hazai és külföldi szaklapokban 656 publikációja jelent meg, számos könyvfejezetet írt, illetve folyóiratok szerkesztésében is részt vállal, kiterjedt együttműködési kapcsolatokkal, gyógyító, oktatói és kutatói tapasztalatokkal rendelkezik. Nagyon boldognak érzem magam, amiatt, hogy egy ilyen helyen dolgozhatok. Boldog vagyok, hogy nem tudom hány tízezer beteget kezelhettem az életem folyamán. Boldog vagyok, amiatt, hogy ilyen tudományos munkát végezhettem, és minden olyan lépést, ami a tudományos munkában, a PhD, habilitáció, akadémiai doktor megcsináltam. Boldog vagyok, hogy a Debreceni Egyetemen a hematológiai tanszék részleg az, aki az országban egyedülállóan a hematológia, hemosztázis, hemofília minden betegségével tud foglalkozni, van szakember. Nagyon boldog vagyok, hogy van 5 gyerekem, és azok is azt gondolom sikeresek, úgyhogy ez én jó léttel tölt el. És emellett igyekszek azért teljes életet élni is. Kérem polgármester urat, adja át a díszoklevelet és az emlékplakettet dr. Illés Árpád professzor úr részére. Tisztelt polgármester úr, tisztelt ünnepi közgyűlés, rektor úr, kancellár úr, tisztelt díjazottak és megjelentek. Talán közhely azt mondani, hogy
ilyenkor egy személy kapja a díjat, de a személy mögött mindig van egy szakmai csoport, egy egyetem, egy klinikai központ, egy régió és hát egy család. Én azt gondolom, hogy nem debreceniként mondhatom azt, hogy köszönöm, hogy debreceni lehettem és befogadott az egyetem. Hogy nevezték a Debreceni Orvostudományi Egyetem? Központ, igaz most klinikai központ, de nagyon nagy örömmel tölt el az az integráció, ami a Debreceni Egyetemen, illetve a támogatás megtörtént az utóbbi időpontban. És talán azt mondom, hogy a klinikai központ Debreceni Egyetem legnagyobb betegellátó szervezetének, a Belgyógyászati Intézetnek, klinikának munkatársaként itt az elmúlt években, vagy valamilyen vezetőjeként, azt gondolom, hogy a Debreceni Egyetem és a klinikai központ betegellátó zászlós hajói vagyunk Debreceni és Hajdú-Bihar megye területén. A szűkebb szakmám területén arra vagyok büszke, hogy Debrecenben a hematológiai tanszék, mint ahogy a riportban is elhangzott, az országban egyetlenként minden részét tudja művelni a hematológiának. Évente 100 csontvelő átültetést végzünk. Nagyon szépen köszönöm a kormány, az egyetem, a klinikai központ és a város támogatását, hiszen ez egy innovatív tevékenység, mindig támogatás kell hozzá, mindig kell tudás. Talán azt szoktam mondani, hogy a tehetség nagyon fontos, hogy valaki jó orvos legyen. Szorgalom kell hozzá, de az akarat még többet jelent, hogy az ember akarjon. És ezt próbálom életem folyamán az egyetemen is a fiatal kollégáimnak, szerencsére nagyon sok tehetséges van, hogy akarjanak többet, akarjanak magukért, akarjanak az embertársaikért, akarjanak a jövőért. Köszönöm szépen az ő nevükben is a díjat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünnepi közgyűlés, tisztelt díjazottak! Kérem, hallgassák meg Papp László polgármester úr díjazottakat köszöntő gondolatait. Tisztelt ünnepi közgyűlés, kedves díjazottak! A laudáció már elhangzott az előbbiekben, de mégis engedjék meg, hogy néhány gondolattal zárjam a mai ünnepi megemlékezést és ünnepi közgyűlést. 1956. október 23-án indult forradalom és szabadságharc, ugyan november 4-én elbukott, de mégis itt most 2023-ban mi egy győztes forradalmat ünneplünk. Mert végül is az a küzdelem, amelyet elődeink, az 56-os hősök elindítottak, az 1990-ben végül is kiteljesedett, és ma egy perspektívikus, szabad, növekvő városban élhetjük mindennapjainkat, ami boldoggá tesz bennünket. És hogyha összefüggést akarok keresni, 1956 hatása és a mai ünnepi esemény hatása között, akkor mindenképpen az örömre, a boldogságra, az örömszerzésre kell, hogy gondoljak, mert ahogy itt a laudációkból is hallhattuk, és a megszólaló díjazottak is elmondták, hogy mennyire fontos számukra az, hogy azon az életúton, azon az életpályán, amelyen tevékenykednek, amelyen dolgoznak, örömet szerezzenek azoknak, akikért dolgoznak. Legyen szó szociális területről, ahol elesett embereknek kell megfogni a kezét, a kezüket, és jó szóval, segítséggel, támogatással reményt adni nekik. Legyen szó a művészet területéről, zenéről, vagy múzeumi munkáról, múzeológusi munkáról, ahol szintén vagy a füleinken keresztül, vagy a szemünkön keresztül örvendeztetnek bennünket az itt díjazottak. Legyen szó pedagógusi pályáról, ahol elindítjuk a fiatalokat azon az úton, amely reményeink szerint sikerrel, kiegyensúlyozott boldog élettel kecsegtet. Legyen szó sportról, amely az egyik legnagyobb örömforrása az életünknek, akár aktívan csináljuk mi, akár nézzük
ha csak a hétvégi mérkőzésre gondolok, akkor mindenképpen akár a lányokra a kézilabda mérkőzésen, akár a futballmérkőzésen óriási öröm, hogyha siker van, és természetesen a tudományos élet területén, hiszen a mai díjazottaink a tudományos élet olyan területén dolgoznak, amely emberi sorsokat, emberi életeket menthet meg, és vihet az egészséges gyógyulás irányába. Úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy Debrecen városa ezen a napon ilyen nagyszerű embereket ismerhetett el. Ez az elismerés, ez megtestesíti Debrecen város polgárainak elismerését. Az a 25 év, ami mögöttem van a város életét tekintve, megadja a lehetőséget arra, hogy a díjazottak többségét személyesen is ismerhessem, és gyakorlatilag mondhassam azt, hogy az életútjukat, az életpályájukat most már több mint jó néhány éve, vagy akár két-két és fél évtizede láthatom, figyelhetem. Természetesen ez a közgyűlés döntéseiben legkevésbé sem játszik szerepet. Ez a közgyűlés bölcsességén múlik egy-egy ilyen döntés, de ez még inkább azt mondatja velem, hogy öröm és megtiszteltetés volt megszorítani az önök kezét. Köszönöm, hogy ma itt találkozhattunk, és köszönöm, hogy Debrecenért, városért és a város közösségéért dolgoznak, és kívánom, hogy tegyék ezt így a következő években, évtizedekben is. Szívből gratulálok, és hát a mai ünnepi közgyűlést ezennel bezárom.